26. fejezet. Don Quixote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában. Hogy a búsképű lovag mit cselekedett, midőn egyedül maradt, arról így szól a történet. Minek utána Don Quixote alul mezítelenül, felül egy ingben bukfencet vetett, s látta, hogy Sancho ennek tanúja vala, de több örjöngő tettet már nem akart véghez vinni, a lovag felment egy magas szikla ormára, s ott aztán újra azt kezdte hányni vetni magában, amiről már azelőtt is gyakran töprenkedett. Bár megállapodásra nem juthatott. Vajon mi lenne jobb, s az ő helyzetében mi alkalmasabb? Roldánt utánozza-e féktelen örjöngésben, vagy inkább Amadiszt a csendes búsongásban? Ekkor így szólt magában. Hogy Roldán oly hős és bátor lovag vala, amilyennek általában hirdetik, nem lehet csodálkozni, mert elvégre is megbűvölt volt, és senki őt meg nem ölhette, ha csak nagy tűvel a talpába nem szúrt, s azért viselt mindig hétrétű, vastalpú sarut. De ez az óvatosság se használt néki semmit, Bernardo del Carpio ellen, mert ő tudott a titokról, és ezért karjai közt folytotta meg, Roncesvalles-ben. Azonban az ő hősiességéről most nem szólva, vizsgáljuk meg, hogyan és miért történt megtébolyodása. S bizonyos, hogy azért, mert tanúságot tévő nyomokat talált a forrásnál, s mert hírül vette egy pásztortól, hogy Angelika nem egyszer pihent ott Medoróval, Agramente bodorhajú mór apródjával. S ha meggyőződött az állítás valóságáról, s arról, hogy kedvese csak ugyan hűtlenséget követett el, nem sok kellett hozzá, hogy megtébolyodjék. S miért utánoznám én őt? Hiszen az enyémnek oka nem egyezik az övével. Mert én megmernék rá esküdni, hogy az én Dulcineám soha életében mórt nem látott. Legalább a maga természetes valóságában nem, s még a mai napig is oly érintetlen, mint tulajdon szülő édesanyja. Így hát megbocsáthatatlan sértést követnék el ellene, ha mást föltételezvén róla, oly módon tébolyodnám meg, mint ahogy az örjöngő Roldán megháborodott. Másrésztről egészen nyilvánvaló, hogy Amadis de Gaula, anélkül, hogy eszét vesztette volna, örjöngött volna, hírnevesebb szerelmessé lett, mint bárki más a világon. És amit tett, mint története előadja, mindössze annyi volt, hogy amidőn kedvese Oriana elhidegülését tapasztalta, aki azt parancsolta, ne jelenjék meg szeme előtt mindaddig, amíg ő engedelmet nem ad, elvonult a szegénység sziklájára egy remete társaságában, s ott beérte a puszta kesergéssel, míg aztán az ég maga jött segedelmére, legnagyobb inségében és szomorúságában. S ha ez igaz, mint ahogy igaz is, miért fáradoznám, hogy egész mezítelenre vetközzem, vagy megértsem ezeket a fákat, melyek ellenem semmi rosszat nem követtek el? Vagy miért zavarnám meg e patak tiszta vizét, hiszen innom ad majd, ha megszomjazom? Éljen hát Amadis emlékezete, s Don Quixote de la Mancha utánozni fogja mindenben, amiben csak tudja, és róla is azt mondják majd egykor, amit a másikról mondtak, habár nem vitt végbe nagy dolgokat, akár az életét is kockázatra tette vállalkozásaiban. És habár nem hagyott el, s nem is vett meg Dulcinea, elég nékem, amit már említettem, hogy tőle elszakadtam. Rajta hát, gyerünk! Elevenedjék föl emlékezetemben Amadis tettei, s tanítsatok meg, mivel kell kezdenem utánzástokat. Egyéb iránt tudom, hogy Amadis leginkább imádkozott, s magam is így teszek. Nagy paratölgy gubacsokat fűzött fel, és egy tizedet csinált belőle. Így lett a rózsa fűzére. Hanem nagyon a szívére vette, hogy a környéken nem talált remetét, s így nem akadt gyontatója és vigasztalója. Idejét mégis azzal tölté, hogy lejárogatott a rétecskére, s egész sereg verset írt és vésett a fák kérgébe s a homok fövénybe, nagyrészt szomorúságáról és egy-kettőt Dulcinea magasztalására. Mikor azonban Don Quixotét megtalálták, e versek közül már egyes-egyedül az itt következő vala olvasható. Fák, füvek, s minden növények, kikek ilyes tájon ültök, kiknek száma oly tömérdek, ha bajomnak nem örültök, bús panaszomat vegyétek. Kelmeteket ne riassza, bármi rettentő jajongok, mert hogy a módját megadja, Don Quixote így siratja, Dulcinea del Tobozót, aki nincs itt.
Hölgye elől rejtekezve lelte ezt a kis zugot, szeretők eleg hívebje, ennyi bajra, mint jutott, hogy s miképp, sehogy se sejtve. Bár az vajmi ritka fajta, ámor hajába fogózott, s egész hordót verve csapra, Don Quixote így siratja, dulcinea de tobozót, aki nincs itt. Kalandokba keveredve, durva szirtek közt csapódva, vészek között verekedve, istenesen átkozódva, érte őt a bal szerencse. Ámor nem csak szíra kapta, korbácsával vagdalózocs alaposan helybe hagyta. Don Quixote így siratja Dulcinea del Tobozót, aki nincs itt. Akik e verset megtalálták, nem csekély derültséggel olvasták a Dulcinea névhez csatolt del Tobozó hozzáfűzést. Mert úgy képzelték, Don Quixotének bizonyára az volt a véleménye, a versszakot nem lehet megérteni, ha mindenütt hozzá nem teszi a del Tobozót. És ebben, amint utóbb ő maga bevallotta, csak ugyan igazuk volt. Írt ő különben sok más verset is, hanem, amint már említettük, a többit nem lehet tisztán elolvasni. Foglalkozása csak ebből állott, és közbe-közbe keservesen sóhajtozott, hívta az erdők és berkek isteneit, a források nimfáit, a búszszavú, könnyes ekhót, hogy feleljenek neki, vigasztalják és hallgassák, azután füveket és gyökereket keresgélt eleségül, míg Sancho vissza nem érkezik. S ha Sancho valamiképpen nem három napig, hanem három hétig talál odamaradni, a búsképű lovag annyira elaszott volna, hogy a tulajdon szülő édesanyja sem ismeri meg. Most azonban hagyjuk magára sóhajaival és verseivel, s mondjuk el, mi történt Sanchoval, amíg idejében odajárt. Mikor kiért az országútra, s megindult Tobozó irányában, másodnap ugyanahoz a fogadóhoz érkezett, ahol úgy megjárta, mert a levegőbe haigálták. Alig pillantotta meg az épületet, már is úgy érzi, mintha a levegőbe röpülne, egy világért se kívánkozott hát betérni, bár ha éppen akkor érkezett odamidőn, megtehette, s meg is kellett volna tennie, mert éppen evés ideje volt. Ő pedig nagyon kívánt valami meleg ételt, mert már több nap óta csak hideg konyháról táplálkozott. Kívánsága arra késztette, hogy oda settenkedjék a fogadóhoz, ám bár még mindig határozatlanul, bemenjen-e vagy se. Amíg ezen töprengett, két utas jött ki a fogadóból. Azonnal ráismertek, s az egyik így szólt a másikhoz. Nézze csak, licenciációs uram! Nem Sancho Panza ott az a lovas, akiről a mi kalandosunk gazdasszonya azt mondta, hogy az ő urával ment el fegyverhordozónak? Csak ugyan ő az! Válaszolta a licenciátus. Ez pedig a mi Don Quixotének lova. Azért ismerték fel, mert egyikük a falubeli pap, a másik pedig a borbévala. Ők mondták ki egykor a könyvek fölött ama szigorú ítéletet. Mikor meggyőződtek róla, hogy csak ugyan Sancho Panza és Rosinante áll előttük, oda mentek hozzá, s a pap az érkezőt, nevén szólítván így köszöntötte. Na, Sancho Panza! Hát a gazdát hol marad, barátom? Sancho Panza rájuk ismert, azonban el akarta titkolni, hogyan és hol hagyta gazdáját. Ezért azt felelte, hogy gazdája valami fontos üggyel foglalkozik valahol, neki azonban úgy meg kell őrizni a titkot, mint tulajdon szeme világát. Úgy, szólt a borbély. Jól van, Sancho Panza, ha nem mondod meg, hol hagytad, akkor nem képzelhetünk mást, mint hogy megölted és kiraboltad, mert, amint látjuk is, az ő lovája jössz. Azért hát, ki vele szaporán, hol van a lógazdája? Mert ha nem, majd meglátod, mi következik. Engem ugyan ne fenyegessen, nem vagyok én olyan, hogy valakit megöljek vagy kiraboljak. Miattam akárki úgy halhat meg, amint a sors akarja, vagy az Isten, aki teremtette. Gazdám ott maradt abban a hegységben, ahol kényekedve szerint végzi vezeklését. Ezzel aztán egyfolytában, minden megszakítás nélkül elmondott mindent, ahogy történt, s hogy ő most levelet visz Dulcinea del Tobozó úrhölgynek, Lorenzo Corsoleo lányának, akibe gazdája fülig szerelmes. Mindketten alig tudtak hova lenni a csodálkozástól, amikor Sancho Panza szavait hallották, s ha bár ismeretes volt előttük, milyen fajta a Don Quixote bolondsága, a hallottak újabb és újabb csodálkozással töltötték el őket. Kérték aztán Sanchót, mutassa meg nekik a Dulcinea del Tobozónak szóló levelet.
Sancho azt felelte, hogy ura egy jegyzőkönyvecskébe írta, és meghagyta neki, hogy írassa le más papírosra, mihelyt a legelső faluba érkezik. Erre viszont a pap megígérte, ha megmutatja a levelet, ő szívesen letisztázza, egészen olvasható betűkkel. Sancho Panza a kebelébe nyúlt, hogy a könyvecskét előkeresse, azonban nem találta, de nem is találhatta, még ha mind a mai napig keresné is, mert Don Quixote-nál maradt, mivel nem adta át neki, és Sanchónak se jutott eszébe, hogy elkérje. Mikor Sancho semmiképp se lelte a jegyzőkönyvet, ábrázata halára vált. Sebesen végig tapogatva egész testét forgott körbe, de hogy a könyvnek se híre, se hamva nem volt, egyszeriben mind a tészkörmével nekiesett szakállának, majd a felét kitépte, de még ezzel sem érve be, vagy fél tucat ökölcsapást mért homlokára és orrára, úgyhogy egész arcát vérborította el. Ezt látván a plébános és a borbély megkérdezte, mi baja, hogy így kegyetlenül bánik magával. Mi bajom? Kiáltott fel Sancho. Hát az, hogy egy szuszra elvesztettem 3 szamárcsikót, pedig akármelyik többet ért egy várkasténál. Hogyan értsük ezt? Kérdezte a borbély. Elvesztettem a jegyzőkönyvet. Benne volt a Dulcineának szóló levél, de egyszer, mint uramnak egy utalványa is, melyben meghagyja unokahúgának, hogy nekem 3 szamárcsikót szolgáltasson ki, abból a 4 vagy 5-ből, amik otthon vannak. És ezzel elmondta, hogyan vesztette el szürkéjét. A pap megvigasztalta, mondván, mihelyt urát megtalálják, ő magára vállalja, hogy újra kiállítassa vele azt az utalványt, mégpedig olyan papíroson, amint illik és szokás, mert a jegyzőkönyvecskébe írt utalvány nem érvényes, és azt senki sem köteles elfogadni. Ez aztán megnyugtatta Sanchót, s azt mondta, ha így van, nem sokat törődik azzal, hogy Dulcineának szóló levelet elvesztette, úgyis majdnem szóról-szóra tudja könyv nélkül, s ekképp leírhatja, ahol és amikor csak akarják. Mondd el hát, Sancho, szólt a borbély. Hadd írjuk le rögtön. Sancho elkezdte vakarni a fejét, hogy a levél szavait emlékezetébe idézze, hol az egyik lábára állt, hol a másikra. Most a földre nézett, aztán meg föl az égre, s majd elrágta az egyik ujja pütykének a felét, míg a szavaira várakozók már-már türelmüket vesztették. Végre nagy sokára ezt nyögte ki. Isten útse, licenciátus úr, vigye el az ördög azt a levelet, ha eszembe jut. Annyit tudok, hogy így kezdődött. Nagyságos és vénséges hölgyem. Nem vénséges, jegyzi meg a borbély. Talán inkább fenséges vagy felséges. Az, 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 vágott közbe Sancho. Azután pedig, ha nem csalódom, folytatta, ha nem csalódom, a megvagdalt, álmatlan és megsebesített csókoltatja kegyelmet kezét, hálátlan és érzéketlen szépség, s mit tudom én még mi mindent nem mondott, még arról a jó egészségről és betegségről, amit nem kívánt, s amivel az egész levél tele volt, utoljára azzal végezte. Tied, mint halálig, a búsképű lovag. Sancho Panzának kitűnő emlékező tehetségén a két utas nem kevéssé mulatott, meg is dicsérték nagyon, s megkérték, mondja el a levelet még egyszer, és harmadszor is, hogy ők is megtanulják, s annak idején papírra vethessék. Sancho újra meg újra elmondta, s újra meg újra 1000 ostobasággal toldotta meg. Ezután urának visel dolgait is elbeszélte, de nem említette egyetlen szóval sem a maga repülését, mely ebben a vendéglőben esett meg vele, ahová most sem akart betérni. Azt azonban szintén elbeszélte, hogy jó uráról azt az ígéretet kapta, hogy mihelyt jó hírt hoz neki, Dulcinea del Tobozótól, azonnal útra kelnek, hogy ura császárrá, vagy legalábbis fejedelemmé tegye. Ebben meg is egyeztek, mert könnyen császárrá lehet az ilyen hősies, hatalmas karú ember. Ha pedig ura eléri célját, megházasítja fegyverhordozóját, mert ez magától értetődik, akkorra már özvegy lesz, feleségül veszi a császárné valamelyik udvarhölgyét, terjedelmes dús birtok örökösnőjét, persze a birtok száraz földön terül el, nem valamiféle szigeten, mert ilyesmihez neki többé egy csepp kedve sincsen.
Sancho mindezt oly komolysággal mondta, közbe-közbe kezefejével törölgetve az orrács, amellett oly nagy együgyűséggel, hogy két hallgatóját újabb csodálkozás fogta el, s bámulták, mi nagy lehet Don Quixote bolondsága, hogy még ennek a szegény ördögnek is így el tudta venni az eszét. Nem akartak azzal fáradozni, hogy kijózanítsák tévedéséből, hanem azt gondolták, mivel Sancho lelkiismeretét úgysem terheli semmi, jobb lesz meghagyni képzelődésében, ők pedig annál jobban mulatnak majd esztelenségén. Ezért azt tanácsolták neki, kérje Istent, tartsa meg urát testi-lelki épségben, mert az bizony nagyon könnyen megtörténhetik, hogy térül fordul, csak ugyan császárrá lesz, amint mondja, vagy legalábbis érsekké, vagy más ilyen előkelő méltósággá. Uram, mondta erre Sancho, ha úgy fordulna, hogy az én uram nem akarna császárrá lenni, hanem érsekké, nagyon szeretném tudni, mivel szokták a kóbor érsekek megjutalmazni fegyverhordozóikat. Szokás szerint valami papi javadalommal, válaszolta a plébános. Plébániával, vagy anélkül, vagy valami sekrestyés állással, aminek igen tisztességes javadalmazása van, és a mellékjövedelem is körülbelül annyira rúghat. Igen, de akkor a fegyverhordozó nem lehet házas ember, vetette ellen Sancho. És okvetlenül szükséges, hogy urának legalábbis misézni segítsen. Ha pedig ez így van, akkor jaj nekem boldogtalannak, mert feleséges ember vagyok, amellett még az öreg ágy sem ismerem. Mi lesz belőlem, ha uramnak egyszer csak az jut eszébe, hogy érsekké légyen, s nem császárrá, mint amivé a kóborlovagok különben rendesen lenni szoktak? Ne aggódjál, Sancho barátom, szólt a Borbély. Majd megkérjük uradat, sőt tanácsoljuk neki, de még lelkére is kötjük, hogy csak inkább császár legyen, ne érsek, mert ez sokkal könnyebb is, hiszen ő inkább vitéz, mint tudós. Én is úgy láttam, válaszolt Sancho, bár elmondhatom, ért az mindenhez. Én csak arra kérem a jóságos Istent, olyan hivatalt adjon neki, hogy leginkább javára váljék, engem pedig a legtöbb kegyes adományban részesíthessen. Okosan beszéltél, Sancho, jegyezte meg a tisztelendő, és majd úgy cselekszel, mint jó keresztényhez illik. Most azonban mindenek előtt arra kell gondolnunk, hogyan vonjuk el uradat attól a szükségtelen vezekléstől, melyet, amint mondod, vállalt. De hogy ennek módját kitaláljuk, és valamit falatozzunk is, mert csak ugyan itt az ideje, jó lesz, ha betérünk ide a fogadóba. Sancho azt válaszolta, hogy az urak csak menjenek be maguk, ő pedig kívül marad. Utóbb majd megmondja az okát, amiért nem akar, s miért nem kívánatos, hogy ő is betérjen. Csak arra kérte őket, küldje neki valami ennivalót, de valami meleget, és Rosinantének is abrakot. Bementek hát, s őt kívül hagyták, majd nem sokára maga a Borbély hozott ki néki valamit. A pap és komája sokáig törte a fejét, miképpen érhetnék el a kívánt célt. Míg végre a pap kisütött egy Don Quixote inyére való, céljuknak is megfelelő tervet. A Borbélynak rögtön el is mondta, úgy képzeli, hogy ő fölöltözik valami kóbor kisasszonynak, a Borbély pedig törekedjék a lehető legjobban játszani a fegyverhordozó szerepét, így azután megjelennek Don Quixote előtt, a pap sérelmet szenvedett, és szükségben levő kisasszonynak adja ki magát, és egy jó téteményre fogja kérni. Mint Don Quixote, mint bátor kóborlovag, tőle semmiképpen meg nem tagadhat. Azt kéri, jöjjön vele, ahová vezeti, s álljon bosszút a sérelemért, amelyet egy gonosz lovag követett el. De egyszer s mind azért is esedezni fog, engedje meg, hogy arcát mindaddig fátyol borítsa, s mindaddig semmiről se kérdezze, még igazságot nem szolgáltat néki a ma gonosz lovag ellenében. És hiszi minden bizonnyal, hogy Don Quixote kész lesz teljesíteni, mit így feltétellel kérnek tőle. Így aztán elcsalják, hazaviszik falujába, és mindenáron rajta lesznek, hogy kigyógyítsák sajátságos bolondságából.